Kanizsai Dorottya 15-16. Században élt magyar főúrnő. Kanizsai Miklós soproni ispán lánya. Előbb Geri Péter Nádorhoz ment férhez, majd annak halála után a szintén Nádor Perényi Imre felesége, Perényi Ferenc püspök és Péter mostoha anyja lett. Nyilvános iskola híján a nemesi családok leányaikat híres főúri asszonyokhoz adták nevelőbe. Kanizsai Dorottya háza messze földön ismerté lett. A lányok nem csak a korabeli tudnivalókat sajátították el, hanem emberségre, helytállásra is nevelte a nagyasszony példája őket. Második férje halála után visszavonultan töltötte az életét. A szegények és elesettek támogatója volt. A mohácsi csata után Perényi Ferenc holttestét keresve a környék papjai és 400 jobbágya segítségével közös sírba tetette az elesett hőseket, megadva a végtisztességet nekik. Ez a néhány gondolat az, amelyet a bátaszéki iskola névadójáról tudni lehet. A helyi iskolában gondot fordítottak arra, hogy a gyerekek megismerjék a névadót és a kort, a reneszánszt, amelyben élt. Éppen ezért különleges műsorukban megjelennek azok a hírességek is, akik fémjelezték Kanizsai Dorottya korát a világban. Kanizsai Dorottya 19 évesen ment hozzá Geri Péter Nádorhoz, Vingárti Geri Péter, Mátyás kedvelt hadvezére, utolsó udvarmestere, erdélyi vajda, országbíró, nádor, helytartó. A Hunyadi család közeli rokona, ugyanis Mátyással unokatestvérek voltak. S miközben Dorottya leányasszony az esküvőjére készült az úr 1500. évében. Megpróbáljuk a gyerekekhez közelebb vinni, kicsiktől nagyokig. Ez a nehéz feladatunk, hogy 1-től 8-ig mindenkinek érthető legyen, ne legyen unalmas, próbáljuk minél színesebbé tenni. Az, hogy megismerkedjenek a névadóval, jobban köti őket az iskolához. Szorosabbá teszi az identitásukat, mondja a műsort összeállító pedagógus Pestiné Kunos Boglárka. Szerintem így jobban kötődnek hozzá, jobban el tudják képzelni, nem csak az iskola nevének a feliratát látják belépve a kapun, hanem akkor tudják valahova kötni egy kicsit. Igen, és szerintem ez közösségformáló mindenképp. Minden évben természetesen tartunk ilyen ünnepségeket, és mindig próbálunk újat kitalálni a gyerekek számára, hogy nem minden évben ugyanazt hallják, hanem kicsit változatosan, mindig más oldalról megközelítve Kanizsai Dorottya alakját, illetve azt a történelmi kort, amelyben élt. Igen, hát a történelemkönyvek épp hogy csak megemlítik, ugye a mohácsi csata kapcsán, illetve az utána tettei a temetésekkel kapcsolatban, de egy gyerektől ez azért meglehetősen távol áll, és azért próbáljuk így egy kicsit szélesebb irányba kitekintve előadni és bemutatni őt is és a korát is. A színdarabban szó esik többek között Leonardóról, a reformációról és az Amerika felfedezéséről is. Leonardo da Vinci nem csak a reneszánszkor egyik legnagyobb művésze, hanem a legsokoldalú lángész is, aki valaha élt. Ismert lett, mint festő, szobrász, költő, író, filozófus, botanikus, építész, feltaláló, anatómus és hadmérnök. Kiapadhatatlan kíváncsisággal kutatta az élet titkait és működését. A gyerekek minden esetre nagyon élvezték a játékban való részvételt és az előadást is. Az valószínű, nekik maradandó tudásanyagot adott a reneszánszról. A résztvevést azt én akartam elvállalni, mert mindig tetszett az ilyen szereplés. És hát így valóban így sokkal jobb, így könnyebben megjegyezzük a történelmet. Hát igazából a koreográfia, az, a tánc az volt a kicsit nehéz. A szöveget azt úgy 2-3 nap alatt átvettük, így izgalmas. Kiállni a közönség elé az még izgalmasabb. Egy kicsit féltem, de hát leküzdöttem. Ki volt az a személy, aki akaratlanul is a folyamatok elindítója volt? Luther Márton Ágoston, rendi szerzetes, maga is egyházi személy. A római keresztény egyház megújításáért és a hit tisztaságáért indított a harcát. A vallási reformáció követői, támogatói a társadalom minden csoportjából voltak. A fejedelmektől az egyszerű emberekig. Szerintem ők nagyon élvezték, és a próbákat nagyon élveztük, nagyon izgultak is, de azért szerintem ügyesen megoldották a feladatot. A reneszánszról remélem, hogy itt elég sok mindent megtudtak és megtanultak. Maga az, hogy egy kicsit megpróbálják beleképzelni magukat az 500 évvel korábban élt emberek életmódjába, helyzetébe, öltözködésébe, szokásaiba. Igen.